Nézzünk most a feladatok közül egy OKE feladatot. Ezt, ha az OKE feladatot megnézzük, az a 1142.06-os modul feladat. És azt vesszük észre, hogy ez is nagyon sok informatikai szakmán használt modul. És ebben is elméleti feladatok vannak az ömében, ugyanúgy, mint ahogy az érettségi feladatnál láttuk. Nézzük meg a különbségeket, hasonlóságokat. Szembe tűnik, hogy itt több olyan feladat van, ahol egy helyes megoldás van, de ahol több helyes van, ott azt külön, tehát azt mondja a feladat. A pontozás 16 pontot ér, összesen 16 pontot lehet szerezni. Jó, nézzük, mit nevezünk alfanumerikus kódnak. A számjegyeket, betűket, írásjeleket tartalmazó karakterkészletű kódokat nevezzük. Tehát ha csak számjegyeket nem jó, csak betűket nem jó, számjegyeket és betűket még mindig nem jó, mert írásjel is kell. Az alábbiak közül melyik Boole algebrai alaptétel? Az alaphalmazhoz adunk egyet, tehát logikai vagyot végzünk, akkor az 1, mert bármi az A, akkor is az eredmény 1 kell legyen, tehát ez helyes. Az alaplap, az A-t megszorozzuk 1-jel, akkor az 0, tehát logikai és műveletet végzünk. Az nem biztos, mert hogyha az A értéke 1, akkor még az eredmény lehet egy és művelt esetén is. Ha az A-hoz hozzáadunk nullát, vagyis vagy műveletet végzünk vele, akkor A lesz. Ez mindig igaz, mert bármi, ha az A értéke, akkor visszakapjuk az A-t. Ha egy, ha nulla, akkor is visszakapjuk. Ha az alaphalmazhoz hozzáadjuk a nullát, vagyis vagy műveletet végzünk vele, akkor nullát kapunk. Ez nem mindig igaz, mert ha az A 1, akkor lehet 1. Mit jelent a NAND kapcsolat? Not AND és az és logikai kapcsolat tagadását. Pontosan nevében is benne van, hogy nem és. Tehát ezt jelenti, negált változók és kapcsolata, az nem lesz jó. Viszont a negált változók vagy kapcsolata az jó lesz, mert hogyha a változókat ellentétjükre változtatjuk, és azt vagyoljuk, akkor megkapjuk a notendet. Vagy kapcsolat tagadása, az nem jó, mert a és kapcsolat tagadása. Tehát két helyes válaszunk volt. Mire szolgál az Outlook program? Internetes böngésző nem, oprendszer nem, személyi adatkezelő és kommunikációs program ez az. Tehát ő nem csak egy egyszerű levelező program, hanem személyi adatkezelő és kommunikációs program. Levelező program, levelező kliens program részben igaz, de nem teljesen. Mit jelent a WYSIWYG betűszó? What you see is what you get, igen, amit látsz, azt kapod, tehát az első az jó, és hát a magyar fordítás is jó, amit látsz, azt kapod. Értelmezze a következő kifejezés cella hivatkozás, ugye a cella hivatkozás a táblázat kezelő programban létező kifejezés. Akkor most egy kicsit nagyítsunk a megoldáson. Képletek készítésénél meg kell adni, hogy a használni kívánt értékeket és adatokat hol kell keresni. Erre alkalmas a cella hivatkozás, mely lehet relatív, abszolút és vegyes hivatkozás. Az abszolútnak végül is, tehát az abszolút úgy is felfogható, hogy annak van három fajtája, de szokták vegyesnek is mondani azt, amikor csak a sor, csak az oszlop rögzített, nem mind a kettő. Relatív hivatkozás esetén
táblázatkezelő a cellának az aktuális cellához viszonyított helyzetét tárolja. És ilyenkor a másolás során a képletek aktualizálódnak. Abszolút cella hivatkozás esetén a táblázatkezelő a cella tényleges helyét tárolja, és ilyenkor nem aktualizálódnak a másolásnál. Abszolút cella hivatkozásnál sor vagy az oszlop koordináta elé stringet kell írni. Vegyes hivatkozásnál az egyik koordináta abszolút a másik relatív. Ahogy azt az előbb mondtam, ezt is lehetne abszolútnak nevezni, csak az egyik koordináta van rögzítve. Most egy angol szöveget kell értelmezni, tehát ez egy teljesen új új feladat rész a eddig látottakban, tehát se az SCDL feladatban nem volt ilyen, se a az érettségi feladatban, hogy egy angol szöveget kell értelmezni, bár érettségizőknek egészen biztos, hogy nyelvből, és a legtöbbjüknek angol nyelvből vizsgát kell tennie. Mire használható a HP Insight Diagnostics segédprogram? HP Insight Diagnostics segédprogram segítségével megtekintheti a számítógép hardware konfigurációjával kapcsolatos információkat, valamint diagnosztikai ellenőrzések futtatásával ellenőrizheti a számítógép rendszereit. Segédprogram hatékony segítséget nyújt a hardware hibák azonosításában, meghatározásában és elkülönítésében. Mit jelent és hogyan jeleníthető meg a Survey Tab? Survey Tab áttekintés lapot jelent, és a HP Insight Diagnostics program megnyitásakor jelenik meg. Mire szolgál ez a bizonyos Survey Tab? Ez a lap a számítógép aktuális konfigurációjának megjelenítésére szolgál, és a lapról a számítógép információinak több különböző kategóriája is elérhető. A többi lapon további információ tárolható, ideértve diagnosztikai ellenőrzések beállításait és azok végeredményeit. Menthetők-e az információk, és ha igen, hogyan? Igen. Az információk HTML fájlként menthetők. Kötelező-e új eszköz installálása esetén a tesztet futtatni? Nem kötelező, csak javasolt. Probléma esetén viszont kötelező, el kell menteni az eredményt. És ezután csak úgy, vagy hasonlóan, mint ahogy az érettségi feladatnál láttuk, egy összetett feladat megoldása következik, amely több részből áll. Ön egy dokumentumkezelő rendszert fog bemutatni a cégnek, végezze el a dia soron az alábbi módosításokat. Na most ezt a feladatot megint nem fogom megoldani. Miért nem fogom megoldani? Bár itt mindent tanultunk már, vagy tanulni kellett. Tehát itt lehet látni, hogy táblázatkezelési, szövegszerkesztési és prezentáció készítési feladat részekből áll a feladat, azért, mert a feladatot az oktató videósorozat egyéb részeiben már megoldottam, bemutattam, tehát ezért én itt ezt most már még egyszer nem fogom megcsinálni, csak magát azt a részt mutattam meg, hogy az OKE feladatban hogy van benne az IT alapismeretek. Most pedig a sokat emlegetett tananyagot szeretném bemutatni, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által készített IT tananyagot, amely ugye internetről szintén elérhető. Nézzük meg, hogy mi minden van benne, és meg lehet-e találni azokat a szükséges információkat, ami a feladat megoldásokhoz kell. Elsősorban az elmélethez. Menjünk sorba végig rajta, és most már látjuk a feladatokon, hogy tényleg mit fognak kérdezni.
kezdődik a történeti áttekintéssel, szépen jönnek a különböző generációk, Neumann elvek, és azok a fontos állomások, itt volt például a Turing elv, Turing gépek, jönnek a generációk, a számítógép generációk, akkor az alapfogalmak, ahonnan indultunk, bit, byte, stb. Információ. Aztán jön a felépítés, hardware, a hardware felépítés vázlatosan, részletesen, memóriák, különböző, ugyanabban a sorrendben, ahogy tárgyaltuk az előbb. Ezután jönnek a periférikus egységek, különböző, először a beviteli egységek, aztán a kimeneti egységek, aztán az egyéb külső egységek, ki- és bemeneti egységek, kommunikációs csatornák, portok, háttértárak, ugyanabban a sorrendben követi egymást minden, ahogy a feldolgozott anyagban láttuk. Optikai tárolók, védekezés az adatvesztés ellen, itt ez egy kicsit részletesebben ki van dolgozva, mint egyébként szoftverek csoportosítása, verziók, számítógép sebesség, ez is megint részletesebb, hogy mitől függ, rendszerfejlesztés, ugye hogyan jön létre egy számítógépes program, milyen lépésekből áll, ez is megvolt, csak nem ennyire részletesen. Na, itt egy plusz anyagrész, ami nagyon hasznos, lehetett látni, hogy az ECDL-ben, az OKJ-ban, visszaköszönt feladatokban, és hát az érettségi feladatokban is, a számolás különböző számrendszerekben, akkor megjelenik a Boole-algebrai műveletek, a különböző műveletek, ami az előbb is volt a feladatokban, ergonómiai szempontok, a különböző hardware eszközöknél, akkor az információs társadalom, az még azzal kapcsolatban még nem sok feladat volt eddig. Az oktatásban betöltött szerep, az internet, mi az a netikett, ez máshol is fontos lehet. Számítógépek alkalmazása munkahelyen, otthon, könyvtárban, nyilván is adatbázisok használ, egészségügyben, államigazgatásban, elkereskedelem, információvédelem, van minden, ami kellhet. Számítógép vírusok egy nagyon fontos terület, ami még nem volt igazán, nem került még előtérbe, de véhetően lesz majd olyan feladat, ahol jönni fog. Közhasznú adatbázisok és azoknak használata, elérése. Erről elég sok információ van. Ezután véhetően ide csatlakozik, és egyértelműen itt van létjogosultsága, jogi kérdéseknek és az adatbiztonság problémájának, hitelesség, tulajdonjog, szerzői jog problémája, és van egy néhány feladat, itt van egy kis feladatgyűjtemény, úgyhogy ebből is lehet gyakorolni. És van egy kis lexikon, ugye ez a kis lexikonhoz társul az a másik kis lexikon, amit én ajánlottam mindenkinek. Hát akkor ezt is megnéztük, és úgy gondolom látjuk, hogy tényleg lehet miből készülni.